Sziasztok srácok, ez egy újabb Free Fire videó, és valószínűleg már láthassátok a címben, illetve ti is értesültetek róla. Ezből a játékból, hogy hoppá, kaptunk pár cuccot. Ugye volt ez a Regional Battle, vagy Regional, igen, így kell kiejteni, sajnálom srácok, amiből hát igazából lehetett ilyen cuccokat kifarmolni, mindjárt illusztrálom is nektek a képernyőn, hogy még jobban el tudjam magyarázni. Tehát igen, ez még igazából csak az volt, hogy ugye beklémeled a rivárdokat, amiket ugye megkapsz. És ugye itt ugye volt 10, 1000, 5000, tehát ennyi pontonként be tudtad klémelni a jutalmakat, amiket láthatok itt. Ezekből a Cupidos kár, illetve a névváltoztató kártya volt a legjobb és legértelmesebb dolog. Úgyhogy én ezekért hajtottam, úgymond, amiket meg is szereztem. Aztán 20.000-nél ugye a legvégén volt ez a fekete fal, de ez csak sajnos 30 napra lehetett megkapni, ha eléred. Szóval én már nem is erőlködtem azért, hogy elérjem ezt, mert igazából nem láttam értelmét, hogy hoppá, 30 napra meg lesz fal, aztán meg hoppá, eltűnik, szóval értitek. De egyébként úgy tudom, hogy a killekért lehetett a legtöbb pontot szerezni. Én egyébként ebben 406. helyzetet értem el, ugye ebbe a dologba. Hát nem valami nagy szám, de ugye nekem kellett, azt megkaptam. És még pluszban is kaptam dolgokat, srácok, amiket itt láthattok. Nem más, mint ez a zöld inkubátoros kár, ami szerintem nagyon jó, illetve ez a bundle, ami szintén nagyon jó. De viszont sajnos ezeket is csak 30 napra kaphattuk meg, szóval aki a legjobb teljesítményt ért el, az a Titans Card kapta, de nekünk ez is teljesen megfelelő. Ugye itt a bundle-öknél itt láthassuk, és ott jelzi, hogy 30 napra lehet a miénk, 30 napra birtokolhassuk. Battle Wolf a bundle-nek a neve, és eléggé jól néz ki, szerintem nagyon menő. Közben ugat a kutya, sajnálom srácok, hogy ilyen buzi háttérzajok vannak most is. Nem tudok valami mit csinálni, ez a kutya mindig ugat. És ugye weaponöknél pedig mindjárt megnézzük a zöld scart. 2 darab damage, illetve 1 darab ilyen aquari. Vagy aquari. Ez szerintem azt jelenti, hogy a pontossága jobb lesz, szóval nem ide-oda-vissza lő, hanem pontosan fog lőni, ugye. És ez a reload speed, ugye, ez azt jelenti, hogy az újratöltési idő lassabb lesz, ugye, de ugye, mint mondtam, a Gold AK-nál is, ugye, tök mindegy, hogy mennyi idő alatt tölt újra, legalábbis távoli fegyvernél nem igazán lényeges, nem úgy, mint a zöld shotinál, ugye, hogy reload speed, ugye, -1, tehát ennél azért nagyon vészes a dolog, vagy hát nem azt mondom, hogy hú, de vészes, de eléggé vészes, ugye, hogy közeli fegyvernek újratöltési idő le van csökkentve, főleg a shotgun, MP40-nél még nem olyan vészes, mert ugye az eléggé gyorsan újratölt, de azért shotinál már necces a helyzet, távoli fegyvernél meg igazából szerintem nem is számít annyira, hogy hát hoppá, le van véve egy újratöltési idő, olyan cucli. Véglegesen pedig ezt kaptam én, írjátok le kommentbe, hogy ti miket kaptatok, vagy miket klémeltetek be, ugye, hogy ti miket szereztetek. Meg én ezzel meg vagyok egyébként elégedve, nem is hajtottam arra, hogy majd húha, a micsoda lesz meg a titánszkár, meg ilyenek, nekem teljesen elég ez, meg igazából nem is számítottam arra, hogy majd én kapok valamit ebből, mert ugye nem igazán értem el valami húha nagy teljesítményt, de meg vagyok vele elégedve, úgyhogy ja. Nem sok kell a 3900 pont eléréséhez, pontosabban 8 pont kell. A napi pontomat már lejátszottam, ugye. Gyerünk most videóba egy rankedet. Az utóbbi időben nem igazán videóztam ranked közben, mivel ugye el is mondtam, hogy jobban akarok koncentrálni, meg ilyesmi, és ez videóban nem mindig jön össze, ugye. Mert sokszor azért halok meg rankedben, meg pofánok, és akkor hát így meghalok ezért. Reménykedjünk benne, hogy hát most ez nem fog így alakulni, mivel azért biztosan szeretnétek valami ranked videót látni, főleg ugye most, hogy így nagy ponton vagyok, és gondolom izgalmasabb nézni, vagy nem tudom, úgyhogy hát igazából izgulhattok is, hogy nem minuszoljak, mert az nem lenne jó, úgyhogy hát igazából ennyi a lényeg, meg a nagy lényeg.
Szóval, ja, elég jó helyezést kéne elérni, stb. Stb. Ugye ezeket elmagyaráztam, mindjárt nézzük, hogy milyen szögbe jön a repcsi. Hát teljesen egyenesen ez nem igazán jó, mivel hát ugye a Draco Tactics-nak a helye az benne van a kék körben, szóval oda tuti mennek, illetve úgy fedeztem fel, ugye mostanában ilyen szentoszás taktikát csinálok, hogy szentoszára, ha így jön a repülő, teljes egészében egyenesen sokkal többen mennek oda, mint ha telibe szentosza felett kezdene el repülni a repülő. Olyankor egyből kiugrunk, mert tudom, hogy vagy nem jön senki, vagy jön valaki, de az se oda jön, ahova én szeretnék menni. Szóval lássátok, most igazából biztosan jönni fognak igazából, szóval ez a repülő, a repülőnek a menete nem igazán kedvezi a mi játékunkat, de hát most maradt Santos egyébként, hoppá, eddig nem látok embert jönni. Úgyhogy ja, hát oké, hát akkor eddig ez jó. Oda a végébe megyek egyébként, vagy ziplánnal szoktam átjönni, stb. Stb. De egyelőre többet nem mondok erről a Tactics-ról, mert ugye úgy is jönni fognak majd a tippes videók a rankedemről, ugye. Meg hát ugye, ha minden jó megy, és ez a pontszám, ami ugye a 4000 pont lenne, ha sikerül elérni, akkor majd úgy is érkeznek belőle tippes tartalmak, meg stb. Stb., amiket már viszonylag tudtok. Elmeséltem nektek igazából. De hát akkor most lássatok egy kis betekintést a rankedbe. Itt van a Scarunk, srácok, ami Silencerrel brutálisan fog aratni számunkra. Tehát ha látok valami olyan helyzetet, hogy hoppa, ott le tudom szedni az enemit, akkor nyilvánvalóan kivégzem. De ha nem, akkor még maradunk a seggünkön, mert meccselén, ott már van is egy ember, jó? Na akkor ez most olyan szituáció. Hát jó, akkor ne. Vagy még nem látok semmit a képernyőn ettől a buzi véreffektől. Lássátok, be is kapta a headit, de sajnos nem sikerült megölnünk. Ami hát eléggé jó lett volna igazából. Oké. Okay. Jó, hát próbálunk még így oldalba jönni, hogy hát majd ott meglássuk a gyereket is. És meg tudjuk ölni. Az meg annyira zavar engem, hogy ez a véreffekt, buziság, ez teljesen alig látok tőle már valamit. Nem látom, hogy ott van a gyerek. Itt azért jó lenne. Mindegy, hagyjuk a gyereket. Kapott egy headit, valószínűleg beszart. Nem látszott valami profinak, akkor egyből bebújt valami fa mögé, vagy rakta volna le a falat, aztán cső, vagy lehet nem volt falja. Mindegy, ugye, mondtam, hogy nem erre fogok amúgy sem menni, mert ott a kék zóna, szóval ja. Ha nem itt még kerülök egyet, de a medkiteket is felveszem, mert medkit az is életet menthet, ugye. Tehát medkitet azt vegyétek fel mindig, illetve itt van a metafegyverünk. A sima soti.
Inku zöldcsoti, illetve Inku Scar. Srácok, ennél jobb kombót kívánhatna az ember? Hát nem hiszem. Úgyhogy ja. Most ezért is csak Scarozni fog. Mondjuk ott az a AK az eléggé huncut fegyver is. Eléggé kecsegtet, hogy vigyük el. Mondom, hogy nem nagyon tudok most beszélni. Mindegy, srácok, igazából én itt fogok bemenni. És akkor majd ott pocsinok felé fog beérkezni, igazából ennek az lesz az a lényege. Ugye, ilyen buziságokat is szedjetek fel, hogy töltsétek a HP-tokat, ugye a gomba azért jó, mert ugye az első körben még csak a gombát viszi le, és akkor simán itt tevékenykedhettek a körön kívül, ugye, ennek az a lényege, és hát vegyétek fel igazából ugye a gombákat, amiket itt találtok, minél többet, ugye 200-asat, ugye, szóval ja, töltsétek a EP-teket, és hát igazából majd menjetek be, amikor jónak találjátok. A 15 medkitán van, ami eléggé durva, de most hát ez egyébként nem okoz gondot, inkább legyen több medkitünk, mint semennyi medkitünk, szóval nyilván szégyedjétek meg. Egy kis tippeket így elhintek a videóban, mert miért ne. Igazából a fő tippes videót azt majd úgy is tervezem, de most hát mindegy, arról ne beszéljünk. Kijelölöm, hogy majd arra kell menni, ugye. Ide akarok kiukadni, mert ott akkor úgy be tudok surranni. Úgyhogy nem kell pánikolni, srácok, ha valami ilyen helyzetbe keveredtek egyébként, szóval ja. Első, második körtől még nem kell félni, ugye. Hát amitől már félni kell, az a harmadik, ha beír. Vagy a negyedik, ugye, mert azok már tényleg brutális körök. Tehát, hogy már 4-et, meg 8-akat sebez, akkor elgondolkodik az ember, hogy hát nem biztos, hogy be fogok kérni, és lehet, hogy valami vészhelyzet lesz ugye belőle. Lehet, hogy hát nem, szerintem beérek ez alatt a fél perc alatt, ugye ilyenkor segít a Kelly képesség, mert ugye maxos nekem. Az ilyen kisebb helyek teljesen megteszik, meg az olyan helyek, ahova nem megy senki. Nyilván, ha nem vagytok egy M8-enek, meg egy Vincenzók, akkor tökéletes nektek az ilyen játék. Ugye eddig már úgy is tudjátok, hogy én hogy szeretek játszani, szóval ja. Csak így még mondom a dolgokat, tehát amit ami nem érzitek magatoknak. Olyan jó formában, mert nem, ez most nem arról van szó, mert én is bemegyek klasszikba, ki tudom írtani píket úgy simán, csak hogy na. Azért ranketben már más a szituáció. Amint láthassátok egyébként, lehet, hogy lesznek ilyen zenés részek, mert sajnos most van háttérzaj a kutyaugatáson kívül. De amint láthattátok ezt a gyereket, igazából itt simán lehedisztem a kilátóból. És most jelenleg így néz ki a kör egyébként. És hatan élünk. Hát ha most élnénk ilyen 10-20-an, akkor egyébként bennmaradnék a kilátóba, ugye. Nem hiszem, hogy ezt lehet kempelésnek nevezni. Néha vannak olyan szituációk, amikor jobban megéri a seggeden maradni, mint hogy össze-vissza futkároznám, és kemény legényest játszaná. Szóval vannak olyan szituációk, ugye, ha most 10-20-an elnének, akkor bennmaradnék, mert akkor még olyan mínusz kapnék, mint a szar. De ugye most, hogy sikerült egy killt szereznem, most már nem fenyeget ez a veszély, és igazából már 5-en is élünk, szóval nem valami durva a helyzet. Most már egyébként járkálhatok, és keressük a fájtokat, az embereket, ugye. Tehát amit láttatok, egyébként teljesen nyugiba játszottam, semmiféle nagy helyre nem ugrottam be. Szentosa az eléggé olyan helyszal, a Szentosa azért nem a legkisebb helyek közé tartozik, de szerintem teljesen megfelelő hely egyébként Szentosa.
bár ezt is a tippes videóra tartogattam volna, de mindegy, Szentoszáról még úgy is van egy-két tippem. Szóval igen, szóval igazából ez rajtatok is függ, hogy nektek mi a kedvenc helyetek, oda beugortok, stb. Ugye ezt már ti döntitek el, csak hát így illusztrálom a dolgokat, hogy hogyan is néz ez ki. Szóval lássátok, egyébként nyugiba játszunk, chillbe játszunk, akármikor szerezhettek killt, nem kell elsietni, a végén is szerezhettek, tök mindegy, hogy mikor, és így igazából simán hozhassátok a meccset egyébként, mert ugye nekem ugye nyilván az a célom, hogy minél jobban pluszosra hozzam a meccset. Hoppa, micsoda fordulat volt ez. Hát az a srác egyébként megszivatott engem, szerintem headizett is egyszer, bár a sisakomon nem látszódik, hogy valami headit bekaptam volna, de eléggé vészes volt a helyzet, 50 HP maradt. Ha nem hediztem volna egyszer én is be a gyereket, akkor nekem is, vagy hát nekem lőttek volna csak. Nézzük, hogy miféle. Aha, AK. Silencer és AK, hát azért brutál az AK, el kell ismerni. Úgyhogy ja, itt még benne lennénk a körben egyébként. Négy ember él még. Ez a négy ember, ez nem tudom, hogy hol van, de nem sokára a látókörünkön belül lesz az összes ember, mert már ugye eléggé kicsi a kör. Van egy olyan érzésem, hogy a dombon egyébként toppázt, micsodát, ezt benyomjuk. Lehet a kilátóban még kempel ott valaki. Tehát láttátok, srácok, egy teljesen nyugis meccs, de egyébként már most van két killünk, aztán még lehet, hogy még meg is nyerjük. Egyébként nyerés a célunk, ugye, hogy csak nyerjünk, mert igazából úgy a jó. Akkor minél jobb. Hoppa, itt már hallom, hogy már itt valaki itt már futkodászik. Nem tudom, hogy merre. De itt már hallottam trappot, hogy valami... Aha, itt van. Aha, itt a gyerek, jó. Itt volt a srác. Nem tudom, hogy hova jött be. Aha, dobja már a gránátot. Hoppa. Hát ezt jól csinált a gyerek, mindegy már lefutok. Kerülök egyet. Jó, aha, már ott is van még egy ember. Jó, bekapta a headit még, pont ugrásba. Még itt van az a másik gyerek is, három ember, még ezen kívül még lesz egy ember, aha, ott is van. Hát ez nem tudom, hogy mi volt, srácok. Nem is ment fel a pingem, mert 22-44 és 200 HP-ja maradt a gyereknek. Srácok, ez mi volt? Nem ment fel a fingem, lőttem a gyereket, bekapott vagy két headit, aztán ő simán lelő engem is 200 HP-val a pofámba röjjék konkrétan. Láttátok, srácok? Nem tudom, hogy láttátok-e, de majd kinagyítom, meg lelassítom, hogy a pingem az teljesen normális volt, még headit is kapott a gyerek, minden, de amikor, és ő öl meg engem egyébként, ő öl meg engem, de azért 200 HP-val úgy simán túléli a headiket, meg minden. Na mindegy, srácok, egyébként megvan a 3900 pont, szóval ebből nem lett gondunk, de hát azért az érdekes momentum volt, hogy hát ez mi a rákolt. 3 killel, szerintem teljesen tökéletes, legalábbis én ilyen killekkel teljesen megelégszek, 2-3 vagy akár több, ugye. Úgyhogy ja, ez teljesen tökéletes. Hát ez eléggé fura volt egyébként nekem, na de mindegy. Hát nem tudom, nem lehet mindig nyerni. Na, kösz szépen a figyelmet, srácok, a Scar az nagyon ott van, és a Skin is, hogy még egyszer kösz szépen a figyelmet, sziasztok!